A gazdasági versenyhivatal döntésében megállapította, hogy a Dunahouse és az Otthon Centrum ingatlan közvetítői hálózatok összehangolták áraikat, és egymással bizalmas jellegű üzleti információkat osztottak meg. A GBH emellett vertikális megállapodások miatt is megállapította a jogsértést. Ez azt jelenti, hogy a franchise hálózatot működtető vállalkozás és az által létrehozott tagvállalatok közötti együttműködési megállapodásokban meggátolt, illetve megtiltották a szabad árképzést. Ennek többféle módja lehetett, ezek rögzítve voltak, illetve azt is, hogy más franchise partner területén megbízás felvételt ne teljesítsenek. A GVH összesen a vállalkozásokra 75 millió bírságot szabott ki, és itt értékelte azokat a szokásos szempontokat, amelyeket a bírság közleményünkben meghatároztunk. A gazdasági versenyhívás ezen ügyben is egyességi eljárás keretében zárta végül ezt az eljárást. Ez azt jelenti, hogy nyilatkozattételre hívtuk fel a vállalkozásokat, és megkérdeztük azt, hogy az elétárt bizonyítékok alapján elismerik-e a jogsértést, és amennyiben erre igen a válasz, és lemondanak bizonyos eljárásjogi lehetőségeikről, abban az esetben a GVH 10, illetve 30%-os bírságcsökkentést ad a kiszabandó bírságból. Jelen ügyben 30%-os bírságcsökkentéssel zárultak az ügyek, tehát kisebb bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal.